biztos, hogy voltak változások, tehát én úgy mondom, hogy pozitív irányban haladtunk, tehát főleg a nézők át tudják dönteni, hogy az a rövid filmet, amit akkor forgattunk, hogy mégis a Vargyasi Közbiztosságnak a székhelye, azon kívül ugye a fent a vendéglátásra szánt szobák, amit panzió jelleggel fognak majd működni, vagy vendégszobaként. Hát be fogom a végén mutatni, és akkor át tudják dönteni, hogy milyen ütemben haladtunk. Azt azért megjegyezem, hogy ezelőtt két és fél évvel azért úgy számoltuk, hogy jobban fogunk haladni. Nem számoltunk avval, hogy elég sok minden változott negatív irányba, tehát a pénzek nem úgy jöttek, amire mi akkor számoltunk. Tehát itt elsősorban volt egy olyan, hogy megjelent egy olyan törvény, ami ugye nekünk elég rossz irány, tehát érintett, mint magán tulajdonosokat. Ugye megjelent egy olyan, hogy ez a statutupadú rágya, az árdészeknek ez a szabályzata, ahol abból a szemszögből nézve, hogy mint árdészet alkalmazottjainak teljesen normális, hogyha ugyanazt a munkát elvégezi, mint az állami árdészetnél egy ugyanolyan rongó árdész, akkor ő is azt a pénzt meg kéne, hogy kapja. Ez teljesen normális. Azon kívül mi a szakemberektől, az árdészetvezetőtől, a mérnökektől, utolsó árdészek, mi nem szabad a pénzt sajnáljuk, már végül is ők a, úgy mondom, mi magán tulajdonunkot, a vagyonunkot próbálják, hogy elsősorban bérsegédnek szakszerűen gazdálkodjunk, mert szakmai rész az nálik van, ugyanakkor ugye hova tovább a jelenlegi törvények szerint nagyon nehéz, hogy megvédeni. Ezt látassuk, akár megfelé oldalból nézzük, ha magán szántóterületekről beszélünk, ha a kaszálról, ha az erdőről beszélünk, ugye azért akadozik nálunk a törvénykezés. Az olyan irányba érintett minket, hogy automatikusan emeléssel járt, ami pluszköltséggel jár, az például mi Vargyas esetében is az addigi 10.000 lábből 14.000 lett a havi fizetés. Viszont nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy legalábbis amikor megalakultak a magánerdő tulajdonosok, az állami erdészet mindig abba igyekezett, hogy lehetőleg még a mai napig is nem adta vissza a magántulajdonba volt területeket, nekik meg volt minden lehetőség, volt nyilvántartás, nem vették elé, legalábbis nem mutattam, nem segítettek, sőt fordítva visszahúzták, hogy ne tudjunk gazdálkodni, és ugyanakkor azok a magánszemélyek, akik visszakapták a területet, az erdőre gondolok most, valahol nem tudták megfelelőképpen értékelni, hogy nekik is a helyik itt lenne az magánerdészetek mozg. Azért voltak létrehozva, hogy a magán tulajdonban lévő erdőköt közösen tudjuk adminisztrálni, tehát fenntartani. Na itt az a probléma áll fel, hogy szerintem akár 30-40%-ról beszélgethetünk, ami magán tulajdonban lévő erdők, az állami erdészet adminisztrálja. Az állami erdészet egy másik mércével mér. Én tudom azt, hogy akik ott vannak, kevesebb fenntartással jár, hogy aki ott van. Sőt, volt ez a minimis program, 30 hektáron aluljaknak ők tudták alkalmazni, hogy ne kelljen őrzést fizetni, a magánerdészetnél ezt nem lehetett. Azt bárki elgondolhassa, hogyha az állami költségvetés az elég rájtva van, mert azt mi sosem tudjuk, hogy pontosan mennyit fektetnek oda, de azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy mi azt a feltételt tudjuk betartani, mint az állami erdészetnél, az elég sok pénzzel jár. Tehát ez már negatív, tehát ez egy plusz kiadásnak jött. Ugyanakkor még most az idénre is ezzel az új szumallal elég sok gondot, elég sok fejtörést okoztak. Az is igaz, hogy ez is plusz pénz, mert plusz programokat kellett megvenni, tehát egy kiadással több. Ugyanakkor ez mindegyik közbirtokosságot másképpen érinti, mert főleg azt a közbirtokosságot érinti másképpen, akiknek saját kitermelési csoportjuk van, ők szállítsák le a fát. Például a Vargyas esetében a kitermelő cégnek átadjuk a fát, a lábon álló fát, hogy termelje ki, hozzá, hogy ősszelasztot tudjuk kiosztani a tagságnak, viszont ez még jelenleg olyan negatívummal jár, hogy
Most a faluban van 5-10 szekeres 3-4 remorkot traktorral, ott van szabályozva, hogyha nincsen neki tehát ilyen szállítási engedélye, akkor egy évben csak 20 köbméter fát szabad szállítson. Tehát most az is meg tud történni, hogy menj a szomszéd, hogy most gyere, vidd haza a falmot, nem fogja tudni, mert tehát azon is meg kell gondolkozunk, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy végül is mindenkinek a fa kerüljön haza, mert ha még szállító céggel külön haza kell szállítani, az még egy plusz költséget fog jelenteni. Egy bizonyos területnagyság alatt ingyen őrzi az erdőt. Hogyha ez így folytatódik, és egyre több magánszemély átmegy az állami erdészethez, akkor mi lesz a vége szerintem? Ez milyen tendencia? Kell-e valamitől tartani? Hát bizony, hogy kell tartani, mert például, ha megnézzük a szomszéd településen, Almason a közbirtokosság is átment az állami erdészethez. Na most maga az egész állami erdészet struktúrája az úgy volt, hogy ellene volt, hogy ne szülessen meg a magánerdészet, mert ugye akkor monopól helyzetbe kerül. Ez természetesen, hogy minden úgy van kitalálva, hova tovább lassan azt érezzük, hogy ez mind azért van kitalálva, hogy valamilyen szintén buktassa meg a magántulajdonban lévő erdőköt, és ezt elég utóbb el is fogják érni, hogyha mi nem tartunk össze, és államosítsák vissza az erdőköt. Mert hogyha megnézzük, vannak ezek a különböző védők, tehát különböző, maradjunk ennyi, mert különböző védők, ők olyan szemszögből nézik, hogy júj, vágják a fát, lopják a fát. De nem mi vagyunk azok, akik a fát lopjuk, akik a tulajdonosok vagyunk. Ezelőtt 200 évvel ezelőtt is tudtak azt, hogy a fát kibélyegezték, kivágtak, annyit vágtak ki, mennyi szükséges volt. Most is üzemterv szerint nekünk megvan az, hogy például Vargyas esetében ezért 600 hektár terület után van 4800 köbméter vágási kvóta, a fővágási kvóta egy évben. Az 3 köbméter egy hektár. Az egy nagyobbacska fát jelent hektáronként. Tehát az nem azt jelenti, hogy mi ellopjuk az erdőt, hanem az, akik ellopják, azok nem mi vagyunk. Viszont, amíg magánkézben van, ők nem tudnak ilyen könnyen kezet tenni. Most hova tovább lassan mindjárt, ami nem volt magánkézben, elfogy, és a következő program ez lesz, hogy valamilyen szintén megbuktassák a magántulajdonban lévők, hogy vissza tudják államosítani. Ha oda fogunk kerülni, mert ha még jelen pillanatban van a mezgazdasági támogatás, ezt tudja mindenki, hogy még a világ nem fog tartani. Tehát ez, és amikor nem lesz a, úgymond szubvenció a legelők után, most az erdő után is még valamilyen szubvenciókat ugye kihoztak, de ez közel sem elég a fenntartására. Már itt az erdőnél úgy van, hogy mindenki tartsa a marka. Tehát az egy dolog, hogy az erdészetet fenn kell tartani, amikor fővágásnál vagy, akkor le kell tenni az erdőfelújítási alapból pénzt. Úgymond félig meddig természetes, de az már elsősorban kiadott pénz, jön a környezetvédelem, nekik is le kell tenni a pénzt, akkor jön az adózási rendszer, mert eladtad, jövedelmet hoztál ki belőle, nekik is, és amikor részre vetted magadod, akkor lassan a fővágás után a 40%-tól megszabadultál. Tehát csak mindenki úgy van, hogy most akkor kell belőle nekünk. Thank you.
még a fán kívül gazdálkodni a közbirtokosságok. Igen, az itt mindegyik közbirtokosságnak úgy van, hogy meg kell nézze a saját településen, a saját területén a lehetőségeit. Már ez már nem menni úgy, hogyha én kitármelési cégem van, akkor szomszédnak is okvetlenosz kell legyen. Vannak olyan helyzetek, ahol példák is vannak róla, ahol van fakitármelés, fafeldolgozás, biztos neki is megvan a nehézség. Mi itt konkrétan Vargyason arra gondolkoztunk, azon gondolkoztunk, hogy nekünk itt van adott a terület, adott a helység, az Almási barlang, mint turisztikai zóna, és nekünk úgy gondoltuk, hogy az egyik fő aktivitás az volna jó, hogyha a turizmusba gondolkoznánk. Tehát mi van 4 éve, amikor ezt az ingatlan megvásároltuk, akkor megfogalmazódott bennünk egy ilyen, hogy valamilyen szép szinten a turisztikai részen kéne, hogy mozogjunk. Ez most már annyira meg van valósítva, egy hónapja elkészültek a papírok, tehát létrehoztunk egy céget, ami a Kustaj nevet viseli. Tehát ennek a fő tevékenysége a turizmus. Na most a turizmus magába foglalja, itt fenn nekünk lesz 22 szoba, tehát olyan vendégeknek, akik pont nem sátorozni akarnak, de mégiscsak szeretnének látogatni erdővidékre, és meg akarnak szállni, akkor arra lesz lehetőség. Erre számítottunk, hogy van konyha rész, tehát úgy gondolom, hogy az őszre be fog indulni. Na most ez akkor lesz komplex, hogyha mi már régen már akarjuk, most már ott vagyunk, hogy elég sürgető, létrehozzunk egy farmot. Tehát már a konyhának is akkor van értelme, ha jön egy turista, és azt mondja, ez helyi termék. Most már nem akarjuk mondani, tudjuk, hogy milyen ezek a nagybé vásárló központokban vásárolt húsok, hogy lassan sem íze nincsen, sem értéke. Tehát ez volna az egyik, ami nekünk, hogy vágóhídot, ezt a mini vágóhídot törvény megengedi létrehozni. Még egy gazdával van egyességünk, hogy elhagyja a területet, és ott a farmot létrehozzuk, a vágóhídot létrehozzuk. Most ki is alakítottunk, a Vargyasi Polgármesteri Hivataltól kibéreltünk egy területet, ami hajdanán szintén a közbirtokosságé volt, a Bika 10-es nevet viseli, és ott kialakítottunk, most még kezdetlegesen, egy sátortábor. Persze itt is voltak már problémák, ellenségeskedések, sokan úgy gondolták, hogy hát most minek pont a közbirtokosság. Hát a közbirtokosság a helybéli vargyasi emberekkel nem akar versenyezni, aki fel akar menni a barlanghoz, és azon a területén akar sátorozni, akar egynapos kirándulásra, annak az a célunk, az a tárv, hogy azokat tudjuk ellátni. A szükségeket tudjuk kielégíteni. Itt majd gondoltunk hosszabb távon, hogy akár háji, dzsemet, mézet, sajt, ordot, túró, ha még lesz persze. Ilyen termékkel szeretnénk, hogy ismertessük, hogy erdővidéken, főleg Vargyason ilyen termékek vannak. Ebből kifolyólag úgy gondoltuk, hogy ez fenntartaná ugyanakkor a konyhát, és ugyanakkor a szállás lehetőséget, és legalább ez egy plusz jövedelmet kéne, hogy számítson a közbirtokosságnak. Most a május 1-től megkezdtük egy kicsit, úgyhogy megpróbáltuk, hogy hogy jövünk ki, mit jelent az, hogy most mennyi turista jön, mi azt a pénzt, hát nem is kaptunk annyit egyelőre, meg kellett még pótoljuk. Van az a 2,5 kilométer, amelyik az Almási közigazgatáshoz tartozik, mi megkerestük az Almási polgármestert, megkerestük az Almási közbirtokosság elnökét, mert végül is az a közbirtokossági. Ők azt válaszolták, hogy ezen az útszakaszon nem igen járnak, fontossági sorrendben ez leghátul van, tehát magyarán megmondva, most ígértek egy azélyes támogatást ebbe az útba. Mi most hétvégén 2 nap dolgoztunk, 3-4 jármű, 2 eszkavátor, úgyhogy az út most annyira meg van csinálva, hogy kicsi kocsival kényelmesen fel lehet menni. Még tovább a polgármesterrel egyeztettünk. Most a Vargyasi útat, hogy megkezdik a viaduktól, valamennyire megpróbáltuk, hogyha már a kőbány, a területén követ fognak letenni a raktározásnak, depozitnak, akkor annak ellenértékében valamennyi kavicsal támogassanak, hogy tudjuk még kicsit
tetejét megszűrni és meghengerelni, akkor úgy gondolom, hogy legalább az egy pár évre megoldjuk az utazást, mert itt az volt mindig, hogy ott Betyár környékén leparkoltak, jöttek különböző autókkal, és akkor az volt, hogy hát ezen az úton nem lehet felmenni. Akkor szittak minket, ugye, hogy hát pénzt azt el szeretnénk venni, de hát útot nem biztosítunk. Na most mindenkinek nem tudtuk elmagyarázni, ez az út eddig a miénk, tovább nem a miénk, hát azt választottuk, hogy megjavítottuk. És próbáljuk karban tartani azt, hogy legyen járható az út. Sikerült megvenni Hidegaszóba az állami erdészettől a kanton, tehát az épületet, 84 ezer lei, és egyik csoport fenn dolgozik, tehát párhuzamos, ott is van. Tehát őt megjavítottuk, filagóriát helyreállítottuk. Úgyhogy szintén avval is nőtt a közbirtokosság vagyona, amelyik szintén alkalmas lesz vendégfogadásra a Barlangkörnyékén. Miért döntöttetek feltétlenül a farm létrehozása mellett? Ez egy jó kérdés. Jelen pillanatban, ha úgy veszem minden egyesület állnak, akkor azt mondjuk, hogy támogassuk, sőt, minden formában a gazdákat, hogy minél több termelője legyen Vargyasnak, az egyesületnek. De sajnos, hogy olyan helyzetben olyan, ez ilyen elég országos problémával küzdködünk, a munkaerővel. Ha azt nézzük, hogy a legelőköt, a legelőt azt úgy kéne kihasználni, hogy azt le kéne fődni állatokkal. A gazdák oda vannak kerülve, hogy mindjárt nincsen, aki dolgozzon. A munkaerőnek egy része, amelyik még dolgozni akart, vagy szándéka volt, ugye, hogy meg tudtad bízni valamivel, azok az emberek azt választották, hogy elmennek külföldre. Az is igaz, hogy elmenjen, dolgozik, olyan munkát végez, amit itthon nem csinálná meg, ősszel, esetleg decemberben, karácsony ünnepekre hazajönnek egy zsebpénzzel, ez igaz, 2-3 hónapig elmulassás, ezeknek 80%-a kölcsönpénzzel megy vissza. Ezt az életmódot választották. Az itthoni gazda oda van kerülve, hogy valahogy megveszed a traktort, a gépeket, nincs akire rábíz, hogy átaladjad, hogy tessék, most dolgozzál vele. Én akar a sajátomat, és mondom, 2 traktorom van, minden évben az egyik traktor, egy másik traktorista ült fel, minden év végén javítatnom kell, nem ügyelnek, nem is érthez, de nem is akar hezzel érteni. Tehát a mezőgazdaságban ember nélkül nálunk dolgozni nem lehet. Ugyanúgy van az állattenyészet, és mindjárt nem kapsz pasztot. Egyik percről a másikra felelőtlenek, otthagynak. Ez a gyakorlat, hogyha kell, kérek ilyen szociális támogatást, hogy legyen legalább biztosításom, elmenjen, olyan bért kér, hogy tényleg olyan béreket kérnek most egyrészt a pasztoroknak, hogy akar, van meg elmenjen spárga szedni, az se kap többet. Ugyanúgy egyet gondol 3 hét múlva, elmegy, megrészegedik, napokat múlott, vagy visszamegy, vagy már megy a következő farmhoz. Tehát ezért erről sokat lehetnám mesélni, de az, aki gazdálkod is, azok, annak, akinek van egy-két ember, az tudja biztos, hogy miről akarok beszélgetni, mert jelenleg így állunk a munkaerővel. Na most arra gondolok, hogy ha hova tovább, lassan-lassan a farmokból megszűnnek, tehát nem fog ennyi farm lenni 5 év múlva, mennyi most van. Egyrészt azért, mert idősebb korosztály, az, ami még a kisebb háztai gazdaságban vannak, azok kortól függően abba fogják hagyni a gazdaságot. Viszont akik úgymond életképes gazdaságok, azoknak ez a veszély fenyegeti munkáról. Ha a család nem tudja megoldani, a idegen munkáról számítani nem lehet. Itt azért gondoltam, hogy a legelőköt most Vargyas esetében is meg tud történni, hogy 5 év múlva a legelő állat nélkül lesz. Az, hogy itt hányódik a faluba 30-40 ló, az nem fog a legelőre menni, de viszont a hazajáró csordákat, hogyha megnézem, a 2 csordában van 100-110 darab tején. Az már külön-külön. Tehát egy gazdának egy életképes farm, 50 tehénen fejjel van, az azt jelenti 2 gazdának
ennyi alatt a kéne legyen, amennyi a két csordában van. Itt gondolok arra, hogy a közbirtokosságnak most még, amíg a támogatásokat vissza tudjuk fektetni, egy életképesebb form, ahol mégiscsak munkakönyvvel alkalmazva, gépesítve mit lehet, elsősorban gondolunk inkább húsmarhákra, mert a fej is az egyelőre még kicsit több gonddal jár, idővel el lehet képzelni ugyanúgy robotfejőgéppel, tehát a közbirtokosság a saját legelőit, saját marhával legelteti le, én szerintem nem a szubvenció lesz az, ami megmenti, hanem az a hús, amit évvégén értékesít, akár eladás, akár a konyhára. Itt kapcsolódni össze a form, konyha, so turista, tehát a fogyasztó. Ez a csillag, ez úgy van, most ez vagy kinek létett, igaz-e? Hát ugye az előző polgármesterünk, a művész polgármester volt, csak annyi, hogy a sütő családból származott, nem a Máté Ilonka családból. Ezt a csillagot 1970-ben, főleg majd évben én is születtem, akkor forogta Máté Ferenc Ilonka a kultúrba. Ők most onnan levették a tavaján, hogy nem kaptak helyet neki, hanem valami vas csillagot szereltek oda fel. Én azt mondtam, hogy mindenképpen ez a csillag meg kell kapja a virtuáit, ez Vardjason meg kell maradjon, mert az, aki ezt egy forogta, az már nem, és mi pedig nem kell értékeljük a munkáját. Lemostuk két-három alkalommal, most úgy áll, hogy le fogjuk logozni, tehát egy kezelést fog kapni, és megmutatom, hova fogjuk felszerelni, mert gyakorlatilag a csillag nem lehet akármilyen helységbe felszerelni, viszont úgy akarjuk, hogy ez is egy közösséget szolgáló közbirtokosság, ha van a kultúrban elvott hely, akkor legalább itt legyen maradandó, tehát majd az utókor ezt lássa, hogy az a művész ember mit forog. A fán kívül még valamilyen hasznot hozhatna-e? Tehát gondolok itt erdei gyümölcs, gomba, hogy ezzel kapcsolatban valamit lehetne lépni, vagy van-e lehetőség rá, hogy látod? Hát lehetőség van, én úgy gondolom, hogy akarat nincsen. Mert most, ha kezdem a makkal, és folytatom a többiekkel, én próbáltam, érdeklődtem, Magyarországig kijuttunk valakin keresztül, telefonon megbeszélve, de nekünk az volt a válasz, hogy nekünk olyan papírok kellnek, hogy a maknak magtárműfa, ami bizonyított, hogy az jó minőségi makkot terem. Olyan arra ígértek, hogy nekünk azért már nem érte, hogy összefejeszedetni és kivinni. Viszont annak a kereskedőknek, most nem nevezem milyen etnikumok, de ők viszik, nem számít. Tehát valahol maga a felvásárlásnál bukik a dolog, mert a felvásárló meg kéne keresse a termelőt, és akkor azt mondaná, nekem szüksége van akár makra, és itt most már mindegyikre érvényes a dolog, akár gombára, és akkor a tulajdonos kéne megkeresse, és akkor megoldanánk az eladását. Mikor megjelenik a gomba szezon, abban a helyben lássuk, hogy 15-20 szekért, szádobosi cigáma, nagyjából azok jönnek, de falun úgy mennek felfelé, mintha valami vándorlás lenne. Mire mehetsz, tisztázod mindenfélét, hát egyszer azt mondják az állami erdész, tehát egyszer azt mondnak, amit mondnak, de a lényeg az, hogy az, akinek a gombára szüksége van, az elsősorban meg kéne keresse a terület tulajdonosokat. Na itt már az a nagy probléma van, hogy itt a magántulajdon nincs tiszteletbe tartva. És innen lehetne folytatni úgy az erdélyi gyümölcsökre, epér, a fent a havasi részén, mána, tehát ha az egészet összevonjuk, ez a jelenség megvan, azt lássuk, hogy már ugyanazt a munkaerőt mi is fel tudnánk használni. Ha nekünk eljönne valaki télen, és kötnénk egy szerződést, hogy szüksége van körülbelül, mert ezt nem lehet kiszámítani, de amennyi lesz, annyi lesz gomba, akkor mi még meg tudnánk magyarázni, hogy ne, de úgy járjál el, hogy kart ne csinálj, szeméttel ne tűzs, meg folyik utalnik a szemét, összelott, cserefalkorom, onnes úton még vitatkoztunk, hogy a lépcsőt vaktok tudjanak felmászni, a gombánál, és most elmész az erdőt, megalsz az erdőszín, azt se tudod, hogy falopni menni, vagy gombát szedni menni. Ez az egyik probléma. És akkor ide aztán van, akarom, bárkit ide be lehet vonni, sok esetben találkozol,
mindegy milyen nyelvén beszél. Hát mikor megkérdezett, hogy hát de maga itt mit keres? Hát jöttem gombát szedni, vagy aprészni. Ha mi? Nem szabad. Hát és akkor mindig el kell mondani neki, de valamilyen szinten sem a média ezt itt nem hozzó nyilvánosságra, hogy tudatosodjon az emberekbe, hogy állj meg, az valaki. Ha valaki ez bémelyek, kopogtatok, köszönök, és megmondom, hogy mit jöttem. Hát megsértődik, hogyha megkérdezed, hogy te itt most mit keresél, na, Isten azt mondja, hogy most azonnal pakolj, menj haza, akkor még majdnem ő fenyeget, hogy feljelentlek. Hát ez a része kicsit át kéne forduljon, hogy a magántulajdonban, ha én akarok menni áprilisni, kérdezzem meg, hogy szabad-e, vagy akar gombászni, mert az magánterület, ha kaszálló, ha erdő, ha legelő. Na most ez a részeknél én úgy gondolom, hogy kicsit fennebbről a probléma megvan már. Ezek, mi gondolkozunk abban, hogy gyümölcsfeldolgozók, de itt az a probléma, hogy akkor most felüllicitálunk, az a fekete kereskedelemmel már. Tulajdonképpen, ha mi felszedetnénk, vagy leszedetnénk mindenmilyen gyümölcsről van szó, akkor nekünk törvényesen napszámos regiszterbe fel kéne vezess. Tehát azt jelenti, hogy valahol hivatalosan ő kapna pénzt, utána fizetnénk adót. Attól a pénztől kezdve a termékre is volna már egy számla kiállítva, ő már el kéne számoljon. Itt pedig lenni az a lényeg, hogy úgy, ahogy van, megkapja feketén, és majd a végtermékkel valahogy megoldják. Tehát itt mi nem vagyunk segítve, sőt, gátolva vagyunk. Ha egy ilyen vállalkozáson nekifogunk, megvan a lehetősége, hogy akar, hogy a vállalkozás bébukjon, mert nem tud megoldani. Itt aztán lehetne folytani ugyanúgy a vadállatokra, most elég trend a medve probléma. A medve problémát azt már jeleztük több évvel ezelőtt, voltunk személyesen es voltam Bukarestben tüntetni, vittünk plaketteket, hogy megölt a medve juhó, tahanát, kecskétát, házi állatokat. Na most itt az van benne, hogy akkor úgy látszott, hogy senkit nem érdekelt, most ezzel a medvével ugye pót felvárték, de viszont nekünk, ha jól megnézzük, most nem elég, hogyha visszatérek az erdőre, hogy elülteted a csemetét, ugye vágás után kezded az ültetéssel, azt ápolgatod, gyérítted, 5 év múlva, 15 év múlva, ahogy megkívánja a szükséglet, és amikor oda kerülné, hogy 30-40 éves a fenyőfa, ilyen 15-20-25 centi átmérőjű, akkor jön a medve, és mind lehancsa a kirkit. Azgafak megsemmisülnek, de itt olyan jelenség volt a vargyasi közbirtokosság esetén is, hogy nem győztük bélyegezni ezeket a gyérítésbe, accidentálnak nevezve, de a lényeg az volt, hogy az a fenyőfa, amelyik ezután hozott volna pénz, 50 évig nőtt volna, akár 30-40, tehát a kortól függően, azok a fát, amikor a medve megsét, a kérget lesz egy töviről, kezdnek bépirosodni, kiszáradni, akkor azokat ki kell vágni, az egy plusz munka, nem tud értékesíteni, mert alulfele meg van putrigájosodva, és kezded előről az ültetést, tehát ez olyan, mint amikor a mezőgazdaságnál, hogy vagy a jég elveri a törőbúzás, nem, tehát az egész munkát rejtetted, de a termés nem a tiéd, na ez is pontosan így van, csak ezt még eddig meg sem akartak hallani, amikor mondtuk a medve, például több kart csinál az erdőbe fent, de ez mind annak az oka, hogy nagyon-nagyon meg vannak sokasodva. Nem akarom most számszerűen most 10-szeressel vagy 20-szorossal annak a létszámnak tulajdonképpen, amennyit az erdő elbírna. Ezt a szakemberek tudják, csak most amikor arról beszélünk, hogy kilövés, akkor azokat az embereknek, akinek nem volt semmi sem, mert ilyen védők, olyan védők, azt se tudják, hogy az mi váljon, akkor állnak el, és azt mondják, hát akkor azt nem szabad kilőni. Hát ki sem lövik, el sem viszik, akkor, de a kart se tiríti nekünk meg senki sem. Tehát, ha összegezzük az egészet, hogy az erdőbe, erdei gyümölcs, gomba, mindennek egyelőre a reális helyzete így áll. Munkahatok folynak, de most ezt a felét, ebben a felével dolgozunk, úgyhogy most mi nem készültünk arra, hogy most fogsz jönni és itt filmezel, hanem a munkat úgy folyik, úgy, ahogy annak folynia kell, itt lesz a lejárat, tehát a vendégek, a turisták ezen a lépcsőn fognak feljárni. Itt lesz akkor a térkő, már meg is hallja a térkő, itt lesz egy lám sütő, ahol kint meg lehet sütni egy doblancsot, vagy flekket, viccset. Akkor
akkor így lesz majd Champions League lépcső. Elkészült a Bajamati ajtól, Sós Lajos faragta, Sós Csaba készítette az ajtót. A gyűlésterem az már nálam, itt is tartom a gyűlésterem az idén. Nagy gyűlésre készült áll, áprilisre, március végén. Folytassuk már, itt most már meg vagyunk, de következik a konyha része, Fejt Zeváton, ott is már ki van a képező a szobát. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy valamikor a karácsonytájban a szabot állt valami, tehát kész kell legyen. A vadásztársaságokkal való kommunikáció, viszony, erről is esetleg egy pár szót mondhatnánk. Ez egy bonyolult helyzet a maga vadásztatással, mert amikor úgymond a fondokat, tehát fel voltak az goszva a vadász fondokra, tehát ilyen természet és választók vannak, akkor ahol ennél több igénylő volt arra a vadász területre, mint társaság, akkor az licitet, tehát versenytárgyalást hirdettek, ez pontosan az is úgy volt, hogy Sárkány úr részt vett, megnyerte, ők egy konvenciót köttek akkor, viszont utólag kitörték a nyakát, hogy hát igen, de amit a román állam megszabott, azt ott fizeti, ezt egy abban az esetben fizette, hogy akkor neki a vállalkozás jól ment. Ami azt jelentette, hogy a kilövési kvóták megvoltak. Amelyik percen a medve kilövést elvették, akkor arra hivatkoztak, hogy abból pénzt nem tudnak csinálni, viszont ugyanúgy, tehát egyszer az, hogy nem kapok pénzt belőle, másik ugyanúgy kötelező vagyok, hogy azt etessem, ami szintén pénzbe kerül, és ezért most már nem csak a sarka, már mindegyik vadásztársaságot ezt érintette negatívan, hogy nem csak az kell nézni most a trófea vadászat, hát az egy vad gazdalkodás, amikor azt mondja az ember, egy természet, és tehát én, ha el akarok adni egy állatot, egy szoros marat, akkor a legjobban akarom értékesíteni, tehát nem a kutyának adom. Na, a medve probléma is így volt, hogy hát természetes, hogy hát most ne egy helyi vadász lője ki, mert még a medvehúst nem is szoktuk úgy, hogy most megenni, tehát nincs annak nálunk itt ilyen tradíciója, de viszont hát normális, hogy abból pénzt csinál, mert abból a pénzből tudott fizetni területbért, ugyanakkor fent tudta tartani a vadász vállalkozását. Na most, hogyha ezt nézzük, ugye a medvének egyszer az, hogy kárt csinálnak, ez már tény, ugyanakkor még elveszítettünk egy olyan pénzforrást, ami ha az, valahol az uniónak az már számított egy ilyen 20 ezer eurót évente, ha fizette volna. Na most a gazdák és jóga sokszor jöttek, hogy hát igen, de ha vadászok a területén miért nem fizetnek? Hát azért nem fizetnek, mert hogyha ő abból nem tud pénzt csinálni, akkor miből adjon? Már az a kilövési költ, ami van a szarvas, őzbak, ilyenekből, a selejtekből, azokból nem olyan nagy. Tehát az neki és az alkalmazottak, ott autót, mindent fenn kell tartson. Úgyhogy egyelőre ezen a szinten is érintett minket az, hogy ez a kilövési költ a medvékkel való probléma. Ez egy gabonaraktár volt, itt az idősebbek jobban tudják, akik még forgattak itt a gabonát a kollektív időben. Mi megpróbáltuk megtartani az eredeti faszérkezetet, és az itt is van lelombírja az, hogy ne üssön egyik a másiktól el. Tehát szinkronba hoztuk, úgymond. Itt most folynak javában a munkaállatok, ez a felső része. Itt lesz elkészítve 12 szoba, azt különben meg tudom mutatni. Most éppen a múlt héten voltam megrendeltük a fürdőszoba, még amit a kellékeket, gondolok a tusolótárcákra, a kagylókot, megrendeltük az ajtókot, udvarhelyen fából lesznek elkészítve az ajtók, a fürdőajtók, bajárati ajtók. Ez lesz a konyha, itt lesz a kiadó része neki. Itt most van egy olyan egyességünk, a Baróti Református Egyházhoz hoztak ilyen elbontottak egy ilyen öreg otthont, s elküldi képen is, ilyen konyha részét, és azt ott egyességben vagyunk, mi akarjuk venni, azt, hogy minden nem talál ide, de legalább az, ami jól a sütők, a kaják, ilyet, hogy így fel kell szerelni, hogy ezt kell majd engedélyezni, tehát ott megvan az, hogy kell halvon. Mosogatókivétel egyen, külön az ötségben, külön a húsnak, azon a falon, három felül, mosogatókép kell legyen, akkor a fagyasztó része,
olyan munkapult, azért olyan sok príza, hogy ugyan átképzelve, hogy ne ilyen hosszabbítőből menje, ha minden egyes konyhai gépet lássak külön tizavadulni. Már atlalból tűzveszély onnan indul, hogy az ilyen jól legyart a kínai hosszabbítőből. Történt a fejlődés a magánerdészetnél? Ugye a Romániában a főtörvény az, mikor annyira változott, hogy visszakaptuk a magánerdőköt, tehát 92-ben 1 hektárt, utána 10 hektárt, utána majd a vagyont, akkor az alapjáraton úgy működött, hogy a teljes adminisztrálást az erdészet végezhette. Mivel, hogy hivatkoztak arra, hogy erdészeti szakemberek, és ez így igaz is. Na akkor itt jött az ötlet, a javaslat, hogy akkor azt úgy lehetne megoldani, hogy autonómként, hogy tetszik, tudjunk gazdalkodni a saját erdeinken, hogy akkor létre kellett hozni egy magán erdészetet, úgymond egy szakcsoportot. Na most ez Kovász megyében például 5 ilyen unió, már itt most már unióba egyesültek a közbirtokosságok, a magántulajdonosoknak a nagy egy része csak, és akkor létrehozták a magán erdészetet. Tehát úgymond itt az unió az, aki létrehozta az erdészetet, és az erdészet az egy úgymond egy szakcsoport. Na most itt alapindulásból úgy volt, hogy Baróton van ez a vállalkozási központ, ott volt a székhely, és az itt ugye bért kellett fizetni, nem is volt, tehát kicsiká volt maga a székhely, és akkor jött egy olyan ötlet a tulajdonosok részéről, hogy végül is jó lenne, hogyha vásárolnánk egy székhely. Ugyanúgy most itt nekünk van egy székhely, akkor miért ne lehetne a maga nádiszádnak egy székhelye. Természetesen, mivel a tulajdonosok hoztak létre, a tulajdonosoknak volt a feladata, hogy vásároljanak egy székhelyet. Én akkor még nem dolgoztam itt, pontosan hogy jött létre, de azt mondom, tudom, hogy Orbán Árnyűtől lett megvásárolva. Ott eléggé akadtak a dolgok már, amikor én most 7. éve, hogy elnök lettem, a Vardosi Közbirtokosságnak választva, akkor ugyanúgy megválasztottak volt az unió elnökinek, akkor már rám hallott az a feladat, hogy Orbán Árnyi bácsival ezt a adásvételt, a kifizetést, hogy véghez kellett vigyem. Eléggé akadoztak a dolgok, mert akkor az egyik program az volt, hogy a vadásztatási pénzekből, főleg amit Sárkány úr fizetett fent, az egy nagyobb összeg volt, abból fizessük a Árnyő bácsinak a részleteket, mert részletmegegyezés volt. Viszont ott már jöttek az első rend medve probléma, nincs medve kilövés, Sárkány úr nem fizette a megígért pénzeket, és kezdett akadozni a dolog. Akkor arra döntésre jutottunk, hogy kiszámoltuk, hogy melyik közbirtokosságnak mennyi területe volt, amire kapott vadásztatási pénzt. Ugyanakkor az alsó rész, hogy szoktuk mondani, Köpász Miklós Varbrön az a rész, ők a másik vadásztársaság fizetett László Bélek, amik kevesebb összeget, ők is fizettek. Felosztottuk, hogy minden közbirtokosságnak mennyi az ő része, amelyikből megindultak, ugye elsősorban vásárlások voltak az első rend ruhákat, az erdészetnek abból vették fegyvereket, mindenfélét, és ami pénz ment kimondottan a székhelyre, azt ott külön kiszámoltuk. Kiszámoltuk, ezen kívül még mindegyik közbirtokosak, mindegyik tag, alapítótag, még mivel kell hozzájáruljon. És akkor Árnyő bácsinak, tehát kiszámoltuk, mindenki a részét kifizette 6 hónapon belül, Árnyő bácsinak kifizettük, és meglett a végleges közjegyzési papír, hogy most a székhely meg van vásárolva. Ez most 2 éve történt, mikor véglegesítettünk mindent, akkor beszéltünk a közjegyzővel, hogy hogy tudnánk úgy megoldani, hogy mindegyik közbirtokosság megkapja, tehát legyen nyilvántartó, hogy az a rész az övé, már ez egy befektetett összeg. Volt közbirtokosság, amelyik már indulásból arra két, hogy ő csak a kölcsön tudja adni, de végül ez sikerült mindenkit meggyőzni, hogy ez nem kölcsönről van szó, hát ez is a saját vagyonunkat fogja képezni. Na most a tavaly előtt sikerült kihozni mindenkinek a részét, például a Vardosi Közbirtokosságnak szinte 11%-a az egész, ami ott van, épület, terület és együtt a Vardosi Közbirtokosságnak a vagyona. Úgyhogy amikor majd fel kell osszuk, hogy a
az itteni külön vagyont, majd az is belé fog számítani. Itt volt egy akadály nekünk, hogy a 2020-as évben nem tudtunk tartani nagy gyűléseket, és ugye a közgyűlés szerint, amit ki tudtunk hozni, hogy hogy lehet törvényesen ezt így megoldani, az a részlet volt, hogy olyan, tehát minthogyha az Unió visszaajándékozna mindegyik tulajdonosnak az ő részét. És akkor itt kinyomtattunk mindenkinek pontosan mennyi a része, pénzbe, százalékba, és azt ott a 2020-as gyűlések, tehát tavaly nem lehetett megtartani. Volt egy pár közbirtokos, akik hamarabb gondolkoztak, volt, ahol kevesebb taggal voltak, de mi például az idén a 2021-es nagygyűlésen hagytuk jövő, úgymond elfogadtuk azt az ajándékot, amit most abban bízok, hogy évvégig meg tudjuk azt ott írni, hogy a telekönyvben majd írja, hogy abból mennyi a legtöbb van. Almas, szarvas, varjas, tehát mindig legyen felsorakoztatva, ami szintén a mi vagyonunkat képezi, természetesen, hogy annak van a másik oldala, a fenntartás. Ha lássik a cserébe, akkor azt is közösen vissza kell tenni. Igen, ez a második kazanház, hát annak az épület sornak, ami készen van, külön kazanház van. Ez külön egy 130-os kazan, tehát a 4-1-1-ben béfér. Ez ugyan megoldva, hogy itt van 4000 liter víz, plusz egy ázrás, az 5000 liter víz, ami puffer tartal, puffer rendszer, ami azt jelenti, hogy felmelegedik az egész, és akkor majd abból tud dolgozni. Tehát nem kell mindig tüzelni. Tehát enyhébb időben meg lehet az héten csak kétszer kell bírgyújtani. Ugyan most szereljük fel a napenergiát, és ki akarjuk használni. Napkollektorokat akarunk felszerelni a nyári időszakban, ne kelljen tüzelni, vagy most a villanyárammal melegíteni, az borzasztó költséges. Kihasználjuk a napnak az energiáját. Na, ezt szolgálja, ezt az épületet most töltjük, amelyek most készül, ott megvan a padlófűtés, akkor hideg meleg vízzel, inkluszív alul a pincében holjálhatunk. Milyen jövő vár a közbirtokosságokra, vagyis a magánerdő tulajdonosokra? Mennyire lehet kigazdálkodni azt, hogy életképes maradjon? Hát igen, itt elsősorban egy nagyobb komolyság kellene. Tehát az erdő tulajdonos, most itt lehet, hogy egy külön egyéni erdő, vagy akár közbirtokosság tulajdonos, itt a gondolkozási módnak és elsősorban meg kéne, hogy változnia. Mert ha akár unió szinten is akarjuk, tapasztaljuk ezeket a jelenségeket, valamit összehívsz egy gyűlést, mert mindig van egy oka, amit egy gyűlést összehívnak, szembesülsz avval, hogy hát megjelenik ilyen 40-50-60%-a. Hol? Ez már nem megengedett, mert hogyha a tiédről van szó, most már itt a visszatér a közbirtokosági kollégákra, akkor nem is kérdés, hogyha pontosan az elnöknek dolga van, akkor valakit megbíz, de ez valahogy nincs indokolva, hogy meg sem jelenik senki, nem érdekel senki. És akkor így menjünk lefelé a tagságról. Ugye itt azt tudom mondani, hogy a tagságnak is egy része, nagy részét nem érdekli. Hát maximum, hogy mit osznak, s kész. De sok mindenről van, amiről kell beszélni, főleg az elszámolózottaknak, és én most már többel beszélgettem, hogy hogy tudnánk megoldani, hogy ők is kapcsolódjanak be. Az ember nem azt várja, hogy mindenki jön el, de nagy része eljöhetne, akár most online felületen és valamilyen szinten tájékoztatni őket, mert az úgy nem jó, hogy hát valahogy csináljátok. Hát ugye nem mindegy az, hogy sem, hogy a vezetőtanács kikből tevődik össze, az állnak a vezetője, mert dologot lehet vinni jó felé, lehet vinni nem annyira jó felé. Az ember nem tudja sokszor eldönteni, hogy most melyik lépés volna a helyesebb, de ha többen vagyunk, akkor több vélemény, és mégis mindenki azon gondolkozna, hogy de nem érezik azot a tagok, azt a veszélyt, hogyha nem jól gazdálkodunk, ha nem állunk oda kellőképpen minnyájon, akkor sajnos, hogy megértük azt ott, hogy visszakaptuk. Volt, aki megért, hogy tőle vették el, és visszakapta, azokban most már sajnos nem sokan élnek, és még ott meg tudjuk azt ott érni, hogy megint nem lesz a miénk. Szóval majd még egyszer visszakapjuk, az már aztán nem lehet tudni. Na most itt mindennek ez a gyűrűje, tehát azon küzdködünk, hogy kvórum meg lesz, vagy nem lesz.
Vagy akkor, ha valamit csinálsz, akkor jönnek az ellenkritikák. Tehát a minden kritikának lehet építő jellege. De azt le kell ülni, és meg kell beszélni. Nem a boltokból, a skorcsomából, szidni, az így, ellopta, nem lopta, ide tette, nem jól tette. Ennek akkor van a nevelő hatása, azt a megfelelő helyen leülve, megbeszélve. Itt nekünk is volt egy olyan választás, amit is összekeverték. Azt is tudjuk, hogy ki volt pontosan az egyik bolcenzor, amelyik ugye sáfa, sápénz, állóptok mindent, aztán gazdalkodás. Hát nem az az a megoldás, amikor valaminek építő jellege van, hanem azt le kell ülni, meg kell beszélni. Én ahhoz, hogy eldöntsem, hogy most a céget csináljunk, vagy sem, összehívtam a vezető tanácsot, megkérdeztem a kollégákat. Van olyan eset, ahol a közbirtokosság az alapszabályzaton módosított, és ugyanúgy folytathat ilyen gazdasági tevékenységet. Volt olyan eset, mint most, ahogy mi választottuk, hogy a közbirtokosság megmarad az eredeti tevékenységnél, és ez a vállalkozás fogja folytatni a gazdasági tevékenységet. Na de ezek mind ott jelent, azt jelenti, hogy több emberrel szóba kell állni, és akkor azt mindenki meg kell érts, hogy akkor most ezt az utat azért választottuk, mert úgy lássuk, ez a helyesebb út. Ennek az épületnek is nagyon sokan jöttek, hallottam a kritikát, hogy hát 15 évig túlfelé jövőt, most akkor itt most miért nem jön. Én mindig azt mondtam, hogy nem. Ha egy helységben valaki bémén, és amikor az első látvány, az már megszabja, hogy pozitív vagy negatívan ítéli ezt az illető vállalkozást, vagy minden most miről van szó. Itt is úgy gondolom, hogy valaki az udvarra bélyül, amikor megérjük, hogy készen ez, az autóban, amikor kiszáll, akkor azt mondja, hogy na valóban megérkeztem. Tehát úgy látszik, hogy itt valaki gazdag loknak. Most attól tovább felé, ugye, már mindjárt tárgyalás és másképpen bonyolódik le, hogyha lássák, hogy egy méltó fél van. Akkor jöttek olyan kritikák, hogy hát mennyit kaptam én abból, hogy ezt belé mentem, hogy a szomszédot megvettük. Én azt válaszoltam, hogy most gondolkozzál, hát a reális árat, mert 400 eláján vettük meg, ezt meg lehet nézni, hogy mi a helyi piac, mit ér meg ez az épség, amikor megvettük, és hogyha abból vissza kellett volna, adjon, mert ha zsebpénzt ad, akkor abból vissza kellett volna a tulajdonos, akkor neki mennyi maradt meg, és azért te eladnád, hogy a tiéd lett volna. Hát nem azért kérdeztem. Hát igen, már itt vannak azok, amikor rossz indulatok, hogy nem úgy jön, hogy hát most akkor mit tudnánk még csinálni, mit tudnánk ebből kihozni, amit nem kerülne annyi pénzbe, de szép lenne, látványos lenne, hanem jönnek ezek a rossz indulatok, hogy más azt mondta, hogy jó, de hát aztán most, hogyha összekeverték a politikával, és hát aztán most, ha az RMDS, mert ha Sanyi ott van az RMDS, akkor azt jelenti, hogy nekünk rosszabb. Tehát sajnos, hogy nem erről kéne szóljon. Én azt mondtam, hogy ez a vagyon, az a közbirtokossági. Én nem fogom elvinni magammal. Ma se. Nehéz időkben még mindig pénzt ír. Eljön az idő, amikor a tulajdonosoknak meg lesz a tulajdonjoga után, hogy mennyi az erdő része, mennyi a legelő része, és ugyanakkor a többi épségből, ami most itt a kapun belül van, ami lent van azon a 7 hektár területén, megint lesz egy része, rész aranya neki, az olyan részvény társaság formájában. Tehát mégiscsak a tagságnak a vagyon a gyarapodottával. Ezzel a válságon keresztül mentünk. Tudjuk jól, hogy ez érintett mindenkit. Mindig azon gondolkoztunk, hogy lehetőleg olyan munkát, tehát amikor kevesebb volt a pénz, akkor olyan munkát folytatunk, ahol maga az alapanyag olcsóbbba kerül, azért, hogy csak folyamatosan tudjanak dolgozni. Amikor olyan házat, hogy szubvenciót kaptunk, akkor belementünk a pénzesebbe. Hát csak a maga fűtéstechnika, túlfelő, padlófűtés, minden, két kazaházastól együtt 200 000 lej. Hát az egy pénz, az egy összeg. Na most akkor az ember nem avval kezdi. Hát úgy próbáltuk, hogy mikor ebből csinálhatunk, mikor abból, hogy a pénzes üsse, az embereket se veszítsük ám, alkalmazásban vannak, ha azt mondjuk hónap után, most menjetek el kényszerszabadságra, lehet, hogy nem lesz akivel. Viszont én felvallaltam azt a felét, hogy én nem csak mint közbirtokosság elnökként, hanem mindjárt építészes vagyok, vészszerző, mindenféle, azért, tehát csak annak érdekében, hogy jó felé menjen a dolog, mert én csak egy fizetést kapok, és abban meg vagyok elégedve, nem az a lényeg, hanem a tagságnak a vagyonát gyarapítsam. De nem látom azt, hogy a tagságtól, helybéliek, az idegenek azok úgy pozitívan veszik a dolgot, hogy igenis, ez a miénk, tehát ez, jó, hogy valakit így csinálja,
Már előbb-utóbb most lehet a fiam, lehet az unokám, fog majd ide jönni, itt dolgozni, már egyszer az is le fogja adni, hogy ez a vándorlás, hogy mindenki elmen, valaki itt is kell majd maradjon, és akik itt vannak, azoknak kötelesség lesz, hogy ezt egy fenntartsák, úgymond kezelni ezt a vagyont. A fiúk dolgoztak két télen, ami minden egyes téglaláról vaklatot levárték, drótkefével kipucoltak. Itt most egy típusú, olyan, mint a kőlap, eleszkám az egész tégla, hogy maradjon érdes, de ne fogjon bóladni. Az eredeti tárgyunk az volt, hogy ilyen merülős medence lesz, úgy, mint az Országi Kastélynál. Viszont most már ez a vírus, és hogy közben is megláttuk azt, hogy mi tud történni, amit elő nem tudunk elképzelni, akkor úgy lett a következő döntés, mert ma több tárvát szőttem annak, hogy hogy oldjuk meg, hogy most utolsó tárv szerint inkább egy dézsás ráncel lenne, tehát ez itt alul szépen el lesz térkövezve, és akkor minden ilyen karátba tevődne egy dézsa. A dézsában egy az, hogy 3-4 ember belé tudjon, az külön csoport, mert egy ilyen vírusos probléma, a merülőmedencében kettő benne van, borzasztó nehéz azt felmelegíteni, úgy tartani. Viszont csinálunk egy pár jacuzzit, 2-3 szaunát, 6-7 darab dézsacsakon van, fenti vándik, természetesen külön szokat, külön pénzt fizet ezért, tudja használni, amit én szerintem már lesz, hogy igény, mert most van, most jelenleg ilyen boltíves pincéket nem építnek. Tehát az, aki elgondolkozik rajta, hogy vajon a közbirtokosságnak megérte-e megvenni, hát ezt a pincét megnézi, és sokan azt mondták, hogy abból a pénzből most ezt a pincét se tudnád megcsinálni, így ahogy van.